Szeretlek, anya. Benne vagyok a tévében? Ne baszki, nem, ez annyira jó. Gondolhatunk akármit a pankrációra, nem fog változni a tény, hogy ez bizony egy sport. Magyarországon egy meg nem értett műfaj. Rengeteg ember azt gondolja, hogy az egész csak színészkedésből áll, nem valós a fájdalom. Ugye egy éve én is hasonlóképp álltam hozzá, nem haragudtam a műfajra, csupán nem értettem. Kellett egy barát, aki képes motiválni a meccsre, mert nem volt sok kedvem hozzá egyébként. Teljesen át kell alakulnod ahhoz, hogy például azt nem. Éhes vagyok. Nem érdekel. Először edzünk, utána eszünk. Na, emeld meg a segged irány a ring, de előtte öltözz át, úgy nézel ki, mint a faszom. 100%-ot bele kell adnod, csak komolyan. Aha, oké. Benne vagy? Aha, persze. Meg is találtam neked a megfelelő partnert, aki meg fog edzeni téged rendesen. Kecske úr! Mi a faszom el? Papi, figyelj, vegyük már egy szíves komolyan, jó? Én komolyan veszem a kérdés, hogy te! Hamar rájöttem, hogy a fájdalom bizony valós, mert kurvára fájt. Az, amikor elszorítják a légcsöveret, vagy éppen belét helyeznek egy üveglapot, miután egy neoncsövet törtek szét a fejeden, állítólag nem tesz jót az egészségnek. És ha egy pankrátor nem tanulja meg kezelni az ilyen helyzeteket, ott könnyen akár haláleset is történhet. Szóval ne üssük a billentyűzetet, hogy micsoda baromság meg szíjáték az egész, hanem nyissuk fel a Wikipédiát és tájékozódjunk. Ha nem tudunk ezzel azonosulni, akkor meg kerüljük és hagyjuk a másikat szórakozni. Találkozzunk a véres novemberen, november 3-án a Soroksári Sportcsarnokban. Én már felkészültem. Jegyek a leírásban.